Hello YouTube! Azoknak mondom, aki nem voltak itt legutóbb, GSOR 16/7-tel játszunk, a cél a koncept megszerzése. Egy elképesztően OP közepes tank, az egész tankállata ezt a szélnél buffolta az orosz szerveren, szóval a cél az, hogy megszerezzem ezt az OP tankot. Egyrésztről randomban is tök jó fog működni, másrésztről pedig roham játékmódban fog remekül teljesíteni a konceptot. Jelenleg roham játékmódban meglett a bajnok rang, de ahhoz, hogy tudjunk haladni, az kell valami konceptot, vagy valami gyorsabb tank. Szóval a következő 2-3 órában egy olyan sessionnek lesztek szem és fültanúi, ahol a GSOR 16/7-tel grindoljuk az XP-t. Szerintem nagyjából egy ilyen 50 000 XP fog összejönni. Ennyi alatt, de mindjárt meglátjuk. Szóval davaj, davaj, szuka. Csináljuk. Hello Yachi, hello Peggy, illetve hello YouTube még egyszer. Hi, hi. Lehet, hogy nem látszok odára a tilt fonatára. Talán arra felé valahol. Közben jobb szemmel nézem a térképet, nehogy megszívasson az ellenfél. Oké. Okay. Rowander. Nem tolták meg egyébként, csak a G-sor. Nem tudom, pont jó, hogy jó helyem. Annak nem most semmi értelme. Az a baj, ez ennyi volt. T57 kitár az, és ugye visszahúzza. Nem még, hogy a kapzsi, és kimarad, akkor az nekem plusz egy lövés. Szerintem együtt megért az, hogy tudjak sebezni. Lehet illetően turbókör, tehát nekem is tempóznom kell. Rossz szelveren kevesebb igen turbómérkőzés, mint EU-s szelveren, cserébe Himmelszorf az itt is eléggé gyors. Alapvetően kis térkép, tehát a pálya miatt ugye nem igazán szokták lehúzni a csatákat a játékosok. Meg kell segítenem, 2-6 vannak. Hát ez gyors volt. Császár némi. A grillével szemben harcra az IS-4, kihasználjuk. A trackkel az jó nekünk. Ennyi volt a track. Oké, szerintem haltam. Talán mégsem. Az a VZ, ha nem a port mögöttem, akkor ennyi volt a harc. Jó. Meg kell segíteni ennek a vízének. Enemy
vagy van támogatása. Nem hiszem el lóról. Nem! És ezért túléli. Ram? Nem tudom rammolni sem. Ah! Mindegy. El akartam lőni egyszer. Hát igen, itt az Alan Jesus miatt kevesebbet se veszem. El kell volna vinnem egy lövéssel T-34-2-t. A játék nagyon szemétláda volt ilyen szempontból, ám mindegy. Ettől függetlenül nem egy rossz kör. Na jó, go next. Amit sajnálok, hogy jelenleg nem tudok ugye a klánhoz kockát formulni random csatákkal. Van valami bug a rossz szerveren, ami miatt valamiért nem engedélyezett az, hogy randomban kockát farmoljunk. Szóval lehet, hogy majd el kell kezdenünk játszani SH-kat vagy valami. Ládákat majd akkor, amikor összegyűlt kicsivel több. Annak nem lettem az értelmét, hogy kinyissak így 19-et. Inkább összegyűjtöm még azt a 30-at a küldikből, meg ugye még vásárolni fogok a ládákat, és akkor majd többet fogok kibontogatni egyszerre. Ugye a körülmény szerintem egy lövés beleférhet. A vézénk az nagyon bátran tolja. Bár mondjuk igazából, hogy elnézem, igazán van tank, ami őt ellőhetné. Meg is van, szerintem az oka, hogy agresszív lehessen. Egyébként kérdés, a YouTube-on az élőadás egy részről megye, más részről egy cím, borítókép, azok stimmelnek-e? Majd össze-össze valak visszajelz ezzel kapcsolatban nekem, előre is idegesül. Jó, menekülnöm kell. Patriótát elintézték, innentől kezdődő, nekem kicsit vissza kell húzódnom. Köszi véd.
Jó, de megpróbáljuk letámogatni ezt a jattigrist. Nem hiszem egyébként, hogy bárki is így rápussolna, de Dagd a háttérbe. Igen, meghúd. Hát akkor én is visszabeállok. Hát, uraim, ebben a körben az én csapatomat megerőszakolják. Nyilván van még ott egy Kemper Borsig, egyértelmű. Figyeljetek, a bázist így ebben a formátumban nem lehet bevédeni, tehát vissza kell mozognom, támogatni a jattigrist. Lőne boros kólára. Nem ez a körény volt. Hamarabb kellett volna menni egyébként a híd felé, csak nagyon, nagyon lassan reagáltam le a dolgot. Hát ez ennyi volt, ez a Ripping Pepperonja. Figyelj, nem egy turbókör, tehát így küzdöttünk, mi is, az ellenfél is, nem volt turbókör, de az ellenfél jobban csinálta. Ezen a szerveren sem menti azt, hogy érted, hogy jobb, meg jobb a játékélmény, hogy nem lehet vereséget szenvedni, megtörténhet. Csak általánosságban azt lehet elmondani, hogy azért a csaták valamilyen szinten balanszoltabbak, ez minden. De itt is ugyanúgy megtörténhet, hogy érted a csapatod veszít, vagy bármi. Te is hibázhatsz, csapat is bénázhat. Hát a pakliban benne van. Direktben nem lehet vásárolni. Tehát az nem működik, hogy te most fellépsz és bepegyetek a bankkártyádat, és akkor vásárolsz, olyan lehetőség nincs. Szerintem ameddig a háború tart, és ameddig ez a helyzet nem normalizálódik, addig ez nem igazán fog megváltozni. Rámész Csiguló Discordon, akkor elmondom neked.
Amúgy igen, reménykedem abban, hogy valami crossroad-on, akkor majd el lesz snipe-olni. Már feltéve, ha lesz egyáltalán bárki. Nem, a prémfiókat, azt a Battle Pass, meg a különféle dolgokat, aki nem küldött még prémnapra ezen a fiókon. Meg ugye a marsládákat, a prémnapokat, stb. Szóval, ja, ezek a prémnapok gyűlnek a ládákból, meg a különböző ilyen eventekből. Volt olyan hétvége, hogy ha játszottál egy csatát, akkor minden nap kaptál egy nap prémiumot. Hogy ebből a csatában viszont ebben a formában nehéz beleszólni. Jó, Tomás. A rossz szerveren nem vették ki. Csak az EU szerverről vették ezt a térképet. Akkor menjél, őrült nagyfater. Akkor küldjed neki. Mitől a félsz, mint a tóló? Jött bátran küldi neki. Forest Spirit mi? Ó, baszki. Ezt nem hiszem el, ez mi? Ki van fagyva? Még szerintem marad betöltök, mint ő. De, jó, te nem kell még be repesz romborúcsat. Mert most amúgy ezért lőttek ki. Nem is figyelj, azt hittem, hogy legalább 3 repesz bent van, legalább 5-öt be fogok patintani ebbe a tankba. Oh shit! Nem figyeltem, nincsen már repesz romboló a tankba. A repesz arra amúgy beadta volna. Csodálkoztam is, hogy milyen kevés volt a sebzésem.
Ja, valahogy megcsináltam. Valahogy teljesítettem. És tudtál fizetni? Google Pay-en keresztül topsz. Ez a kérdés. Tudtál fizetni Google Pay-en keresztül? VPN-e hogy fizetsz véd? Eltoljuk erre a Triple XP-t. Ki tudja, hogy mi lesz a vinritem a mai napon. Inkább pörögne a Triple XP a győztes karikákra. Jó, támogassuk a spottert. Ezzel indítunk. Mi az a ruha, az nem szimpatikus senkinek. Pedig ott állt egy helyben, trekkelve volt. Az a lövés, hogy úgy szivat nekem ebben a körben egyértelműen. Figyelj már, nagyid! Vannak már új acélvadász küldik, vagy még mindig a régekkel csinálni? Egyébként kicsit zavar engem az ebben a csatában, hogy amire rálőttem az elvér meg a ruha, az nulla sebzés volt. Kritikus sebzés volt, mind a kettő találat, de nem sem veszem semmit rajtuk. Én azért van pár semmi túl célpont. Didn't even think I'm okay. FATD-nek se éreztem. Véd... valószínűleg nem.
nézzen el, akár hírózott az F7-t, és engem előhessen. Hero Magister. Rosszul célzok. Ha el fog blindolni vakon, többen szorol magam. Amúgy a löveg lenne eltalálnánk a testén bárhol. És... Oh, oké. Double kill, bitches! Erre a zenére csehát be kellett tolni. Nem volt megállás, nem volt fék. Erre a zenére tolni kell neki. Calculated volt. Hello, Rizsa! Egész jól állunk, 23.000 XP-nél tartok. Not bad, not bad. Hát HP-be osztottam persze, ezt így kalkuláltam közelétől kezdődően. Ez egy jól megtervezett, tartani lépés volt csak. Tudtál fizetni? Igen. Na és mit vásároltál? Jó, mutass meg. Hát nézzél már meg még valaki, hogy tud-e vásárolni Google Pay-en keresztül össze-kössze. Ah, ez megvan. Hú, ez egy jó kérdés, de valószínűleg valamilyen nehéz szankág. Eltehetően az ilyesét, mert meglátjuk. Szeretném még kapni úgy ezzel kapcsolatban visszajelzést, nézzétek már meg létsző, hogy nektek még úgy működik-e. Valaki más, aki tud vásárolni valamit, Google Pay-en keresztül, orosz szerveren, hátha. Hát igaz a Van Tomszinak, és tényleg ez egy baj megoldás. István, csa-csa.
bújoló nagasú. Unlucky bro. Aha. Hello legenda. Ez a szépen. Ja, a titok, aha. De azt hiszem nem fogom hangoztatni itt élő adásban. Akkor továbbra sem lehet közvetlenül vásárolni Google-t erre a szerverre. Akkor viszont nem történt semmi, hát eddig is tudtuk. Magyar streamereknek ez az 1100 nézője mindennapos. Csak a szoki. Ja, ez az a baj, a többiek nem jönnek. Zoltán, azóta nem igazán bontogattam, azt fogom csinálni, ezt gyűjtöm most nagyjából 100 ládát, 100 mars ládát, és majd valamikor jövő héten kibontom egyben az összeset. Az a baj, hogy így mindig elmegy egy kis része az élőadásnak az, hogy ládákat bontogatok. Nem tudom, hogy a tüzérünk amúgy milyen platik alapján gondolt, hogy az jó ötlet, ha ott rámegy arra a hori egyre, de szerintem ezt már nem tudjuk meg. Az a baj, HP a csapatomnak egyenre nincsen már. Amire talán lehet játszani az az, hogy majd lesz spottolni ezen, amit lesz minden.
Na, Viktor, igazán is mit? You are welcome, you are well. A 30-as még 100% HP-val ment rá a 257-re. Kemény. Kicsit para. És most szörnyű. Semmi. Hát ez RIP. Uraim, ez így ebben a formában erősen RIP. Holy sweet Jesus Christ, man. Ez így hatta a nas RIP in pepperunyi. Az a baj, sebzésem hiába van egy ilyen körben, hogyha érted. Semmit nem számít. Nem nyertünk. Tehát nem tudok triplázni sem. Na mindegy, go next. Nem volt rossz kör egyébként kombináltra. Megnézem már, hogy tudom ezt spottolni a rosszul talkerírókat az elején. Kicsit rizikus, de talán meg lehet próbálni. Viktor, én szépen köszönöm neked a légiós tagságot, dankeschön. Ez nem sok minden volt. Na, talán még a csifit egyszer. Jó, mindegy, ez így se rossz. Az elbírál csak ideje beszpottolni bennünket. Ide jött és kapta holt, összeroncsolódott, mint magamat látnám az elbír versenyen, ja mi? Egyik hőkérés, hogy olyan tudjuk-e támogatni a type-okat. A játékos volt az a kobra. Micsoda?
Köszönöm a szentuló tagságot. Köszönöm az upgrade-et. Az a motor kell vissza nekem. Mi az Isten ez a csata egyébként? Nem volt fura egyáltalán, áh, dehogy. Tök mi valami, hogy egy TST csak úgy rápussol a TS1-ra. Ez tök mindennapi. Milyen küldetés ez, ahova 13 győztes körök kell neked, Beaumont, ha? Miféle fajta ez a küldetés, amihez erre van szükség, ha? Elmentettem már egyébként ennek a szervernek a beállításait, hogy majd ha átlépek az EU szerverre, akkor meg tudjam játszani hasonlóképpen a dolgot. Mert nagyon tetszik az a beállítás, amit ezen a szerveren látok, a fények valahogy jobbak, jobb a hangulat. Szeretném átültetni ennek a szervernek a beállításait ilyen grafikai szempontból az EU szerverre, csak nehezebb, mint gondoltam. Erre az oldalra elég kevesen jöttünk el. Nem egy szokványos korika, maradjunk annyiban. Az, hogy ilyen kedvesen játszunk valamelyik oldalon, hát... is tudom. Ritkán szokott előfordulni. Itt megy a kik a harc. Hát az már nem megy sokáig.
erő van velük amúgy. Hogy tolják még Rubágen taktikát, halló? És mindezért jár nekem 170 assist. Nem ütöm túlzásba a dolgot. Azt a kúr, ezek jönnek. Ez Isten. Jó, hát ezt... nem láttam jönni. Gondoltam, hogy megpróbálnak megfontoltabbak lenni, nem azonnal beírózni azon a ponton. Nem voltam elég körültekintő cset. Még halad, még az a K91 PT-s tolta neki megállás nélkül, amiben semmi HP nem volt. Hello, hi hi. Megyek addig egy karikát valamelyik másik tankkal. Ez a Chieftain Proto. Ez szokásos ilyen 9-10. Ró Andris. Becsültem volna. Megküldte neki az a bulldog. Ó, ciao, Quakemaster. Ó, hello Peti, nagyon szépen köszönöm neked a 75-ös megtekintési sorozatot. Nice shoot, thank you very much. Hello, Lucy. Cha-cha. Igen, az a BZ-k adja a leckét. Jól ebben a körben. Nem elég erős a tankom a T10-zel meg a Bizantéval szemben.
go very fast. Enemy armor is hit. We're done for. Everyone, get out. Hát ilyen szokásos 9-10 szerintem Hedwig. Nagyon rossz volt egyébként a top managementünk a városban. Nagyon kevés szöget vettünk le, és nem voltunk képesek egymást támogatni. Nem volt segítség ez a számunkra ebben a formában. Mindegy. Go next! Vissza a G-sorra. G-sorra mi történt? Szintén vereséget szenvedtünk, de nem is számít annyira. Ez a Chieftain Proto, meg nem tudom. Lehet jobban járnék, hogy eladnám Britért, vagy valami. Bár, ha valahogy elkezdem majd a brit nehéz szankrágot ezen a szerveren, hát majd meglátjuk. Most szerintem én Corelliát ki is bannolom, ha végeztem ezzel a körrel. Nagyon nem bírom Corelliát. Mostanában sem igazán vannak rajta jó mérkőzéseim. Nem volt igazán jó. Azért ez a Kemper Super Conqueror elég erős nálunk. Vagy nem tudom eddig mit csinált, hogy mennyire akar meg Kemperet jön végjáték kapcsán, de eléggé fura, hogy bárvileg végére Kempert tolni. Ha, Super Conqueror nem fura, mit csinálsz, Fater? Ez így nem jó, több ilyennek kéne agresszívnak lenniük. Elvág a többiek. Így viszont nem fogok tudni itt játszani. Hát igen. Ez így nem fog menni. Az IS-4 az valóban megéri a pénzét. Volt emberkednem egyébként ott a nehéz tankoknál.
utána meg főképp kár volt elmenekülni onnan. Na jó, mindegy, szint nekem valami pozíció csak kéne ebben a körben. Nem tudnám megszerezni közepet vajon? Vagy figyelik? TL7 amúgy talán figyelheti. Áh, nem tetszik ez nekem a formában. Nem jó a helyzet. Nem tudjuk, mert nem tudjuk az FVTD hol van. Esélyes, hogy mindig bázis kempettől. Elkerült volna az FVTD, a dombra megyek fel. Ezt nem tudhatjuk. A medet balanszoltuk, hogy elnézem a dolgot. Pedig közel volt. Full HP-l névű VZT-d meg FVTD vannak még az ellenfélnél. Két 10-es tankvadász, amiről nem tudjuk, hogy hol vannak, hogy mit csinálnak. Mekkora poén volt ráugratni, nem is tudta tetejére, de... Nyugi, séf, nyugi. Igen, mert egyébként tankval fel lehet jönni ide. Ahol most feljöttem, ez csak a kerekes brit tankkal lehetséges. Egy normál lászalpas tank ide képes feljönni vajon? Valaki feljött már erre a pontra? A szerveren. De akkor ezek szerint megoldható. Titkos pozíció lett se a térképen.
egyébként nem tettem be több repesztrombolót, pedig még értem, hogy berakok még repesztrombolóból. Nem is, hogy rászázási értékkel bír az a VZTD. Chat, ennek a körnek vége, be kell mételnem repeszből legalább, hát legalább még kettőt. Szóval az a kérdés, hol van ez a FTD, mi? Figyelj, hát innen ez a kerekes képes leugratni HP-veszeség nélkül. Én mondtam nektek, easy peasy. Nulla HP elvesztése, nagyon naza. Ezt a HP-t megnézem, amit alkottam, bár én sietem, hogy miért. Ez egy megalázó vereség volt. Na, szóval több repeszromboló kell bele. Hát figyelj, nem rossz eddig a mai nap, bár ez a, nem tudom, ez a Chieftain Proto, ez az a baj, még ezen a szellőn is egy hulladék. Igen, szóval az info abból a szempontból, amire te gondolsz, hamis. Tehát a Lestalnak nem tudsz Google Pay-jel sem fizetni, ez az info az, az false. Jó, csináljuk. Let's fucking do it, guys. Egyet értek. Főleg így, hogy le van nerfelve a Super Conqueror. Valószínűleg az ilyen hulldown tankok, mint az A5-ös, az M5 jó, a Type 1-es, meg a több ilyen elfeledett hulldown tank szerintem kilépett a fényre ennek a szertűen. Az meg ez amúgy elképesztő. A hülye. Jó, bespotolták és engem lőttek el miatta. Megyek a srimmel.
Nem jó oldalon megnyeri. Amúgy ez a csata eléggé tipikusan a térképen. Na, easy assist is life. Micsoda spotter ez a kerekes, igazán van? Az is szízlás. Itt minden az én spotton csat. A taktika a W. Kell lennie valahol a környéken. Hello Ruti, ciao ciao. Meg is van. Nem látnak rá? Hát minimális mértékben. Milyen gyorsan betört 9-eshez képest. Hát figyeltek, nem egy sebzőkör, viszont honnányi assziszt. Hát amúgy pont emiatt van olyan felszerelés ezen a GS soron, amilyen. Nem ez egy ilyen brutálisan hatékony spotter tank is egyben. Meg mellettem új sniper, meg mindenféle tank. MVPS is van. Egyébként az a vicc, hogy ezen a szerveren van minden olyan klán, mint mi van az európai szerveren is. Több durva. Egyébként is sajnálok ezzel a GS-orról, hogy attól függetlenül, hogy eléggé szépen fel van buffolva, az a féle fajta taktika, hogy mész és darálsz, az nem igazán működőképes vele. Nekem mindenképpen kell valami olyan nehéz tank, amivel ugye az a játék élményed, hogy mész és akkor ténylegesen darálod az ellenség tankét. Mert ezzel a GS-orról egyelőre ezt nem érzem. Arra gondoltam, hogy nézzük egy nagyon, nagyon standard taktikát erre a mapra. Megyek oda a város szélére, a darálni. Ami az elvér felborult. Enemy armor is hit.
valahogy beszpottoltak. Érdekes. KTZ 07. Hát igen, nagy kérdés az, hogy ebben a körben inkább vérekezzek, vagy inkább támadjak. Ez itt a kérdés, hölgyek urak. Valóban, bár hozzá kellett tennem, hogy nekem nem igazán vannak tartalékaim erre a célra. Lehet tudni, hogy meddig vannak ezek a kedvezmények? Általában szokott lenni, hogy eddig. Általában jelenti, hogy a kedreggel. Talán nagy javító volt, nem megint bespájzolni egy keveset. Hát csak hátul vagy, érted. Majd megnézem majd, mert olyan sok minden nem terveznék vásárolni, azért nagy javító csomagot meg. Hát talán egy pár elsősegényt megérné be spájzolni amúgy. Mondjuk az a baj, nem vagyok, hogy erre lesz fúcs zsetonnal. Elég is sok elment ugye a lengyel TD-re. Betolták ugye a Scorpion-nyúra. Ráadásul pont úgy állnak cooldownból, nem igazán tudok hozzájuk szólni. Bár amúgy talán megér oda menni kicsit spotterkedni, hát valaki más mégis akar állat, még ha én nem is. Mondjuk az 5000 HP differencia az brutálisan sok. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt a mennyiségű HP-t képesen lehet vele dolgozni, ez tényleg rengeteg. Az Isten. Amúgy gondoltam, hogy talán lehet arra esély, hogy érted az ellenfél betoljai, de azt nem gondoltam, hogy már itt jár. Ez így valahogy nem legit. Kobra. Nem annyira jó, mint amire gondolná az ember. Ez a kör így ebben a formában full halál. Így fixen haltam.
Arra gondoltam, hogy talán még el tudnék menekülni itt lent, de látom, hogy ez esélytelen. Egyébként ő jól csinálja. Nekem is sem úgy azt kell volna, hogy délen vele elmozgok. Visszamozogtam, hogy majd keresek a misszögert, hogy tudjam drálni az ellenfél testét, de hiba volt, kár volt. Nem érte meg. Na mindegy. Nehéz tolankokat utálom. A nehéz tolankok nagyon gyengék ebben a játékban. Értelmes a játékélmény velük. Szóval, leggyengébbek a nehéz tolankok jelenleg a játékban. Nem lehet szeretni őket. Utálom a nehéz tolankokat. Na viszont támadnunk kell. Megpróbálok az a ilyen támogató szerepet betölteni ebben a körben. Giga kappa. Hát, mit is mondhatnék. Tehát még 30-unk a spotter tank. Hát, hogy elnézem az a vége, a 72-es az szépen lassan megy vissza a varázsba. Amúgy ez az ária festéssel ellátott 703-2, nem a 120, hanem a 122-es, hanem a 100-as löveggel felszerelve. Nem is rossz. Eddig amúgy ez a sniper sincsről manőver nem működik csak. Nem tudom eltalálni ezt a Shift Improtót. Talán most. Lóról. We've damaged them.
Na jó, menjünk az rá, hát találkozunk azra a VTS-szerzessel. Hát a beközelek az a VTS-szerz. Mi a helyzet, szuper komfort, nem akarsz előni? Nem már pater. Hello, szuper konferor. Mi zavar ebben a csatában? Az, hogy tényleg unspotted a VTS-száz és lövésünk nincs, hogy hol lehet, hogy mit csinálhat. Nehéz így bármit kezdeni a körrel. Ha leáll arra a pükkérre. Van még ebből a körből 6 perc. Egy VTS-száz, 46 petőn, bárhol lehetnek. Hát jó, az egyik fő kérdés az, hogy vajon hová jön be ebbe a VTS-száz. Elég gáz lenne találkozni vele, nem szeretnék. Ez ott volt. Amúgy 100% hogy valamikor meg fog jelenni az az FPT jövős, az a... az a VTS-száz és engem fog kivégezni, ez amúgy 100%. Szinte érzem. A halál jeges leheletét. Aha, itt kempelt. Megjött. Jóló, jólózik, jólózik, baszd meg! Baszd meg! Mi az Isten? Annyira, annyira éreztem, hogy engem fog kicsinálni. És ennyi volt a csata neki! Ennyi! Ott állt a sarkon, a VTS-száztól. Semmit nem sebzett, semmit nem csinált. A legvégén fogta a dupla V. Davály, davály, és engem kirűtt. Szép játék volt VTS-száz, a legjobb játékos vagy valaha, aki ebben a játékban VTS-százassal játszott. Oh boy.
Azon rajta, hogy megérni azonnal felrohanni. Nem gyors tankok, nem rendelkeznek. Amúgy nem hiszem el, de ide beragadtam. Okay. Akkor dombkontroll pipa. Innentől ebben a körben brutál jól állunk, mert ugye mindenhol is van kontrollunk. Innentől kezdődően az egész pály ugye a miénk. Bármit megtehetünk. Egyébként amire vigyázni kéne, hogy nehogy az alatt úgy érezze, hogy megklikkel bennünket. Nem volna túl szexi. Az a gond, hogy mindig, amikor lövök egyet, akkor ugye beszpottolnak. TST nem fog, de a TST brutál messze van tőlem. Baromi kíváncsi volnék, hogy hogy tudunk elveszíteni egy csatát úgy, hogy amúgy megvan minden, ami kell nekünk a Victorihoz. Minden egyes pozíció, ami ezen a mappon kell ahhoz, hogy nyerhessünk, megvan nekünk. Miért nem járunk ilyen rosszul? Enemy armor is hit!
és szívás. Azt gondoltam, hogy ha a domb is megvan, mert nagyjából minden fontos pont, akkor ez a kör laza, de nagyon rosszul állunk. Rúszasza. Nem láttam jönni, hogy ebben a körben ilyen rosszul állunk majd. Egyszerűen nekem nagyon furcsa. Meg a csatának egy ilyen laza Victorinak kellett volna lennie. Ezzel szemben mindjárt elvesztjük a kört. Amúgy még egy talán volt, hogy meg kell rektelni, és akkor megenne a küldünk. De most komolyan csinálod Wargaming, vagy lesz pontosabban? Amúgy meget volna a küldi, de nyilván amikor igazán számított volna, akkor lövésen mellé ment. Én nem értem ezt akkor, hogy veszettük el. Igazából megvolt minden fontos pozíció, volt kontrollunk az 1-es-2-es fölött. Volt a háttérben supporta, megflankedük őket teljes mértékben, a dombot elfoglaltam. Én nem értem, hogy veszettük el, plusz hogyha a legvégén az a lövés arra 130 PM-re bemegy, erre a Forest Spiritre, ugye Grigus 0 volt sebzés, akkor 4 kill és akkor meg lett volna a küldetésem is, de mindegy. Mindegy, ez van. Tripla GS War 1067 platón az ellenfélnél. Ez nem semmi. Hát figyelj, 3 tankkal végeztem, rajtam kívül még ugye 2-en tudtak elvinni 1-1 tankot, 5 tankot szedtünk 15-ből, baromi kevés. Mondom neked, ez a T57 Heavy ebben a metában Jacsi egy bestia. Nekem is én adta. De utóbb, mikor teszelgettem a térben, hát az... egész elképesztő volt. Hát nem tudom, az a baj, hogy a kezdőpozíció mire volt jó. Na mi az, ide nem jön fel senki. Pedig arra gondoltam, hogy kettőtök majd fog próbálkozni, majd egy-két játékos megpróbál felhúzni valami. Ajvá tűnik, hogy sehogy senki. Hú, mekkora riák, hogy mondjátok már a vélkörnek, hogy bandoljam ki. El fogom felejteni.
Hát őt balanszoltuk elég rendesen. Na hát, én is ezt kérdeztem Sasza a többiektől az előbb, ha tippen nem kéne, akkor keddig. De ez általában még úgy hétfőn szokott tartani. Hétfőn általában egészen szokott tartani, és szerintem így kedd reggel fog véget érni, kedden 7 óra környékén. De ez igazából csak a tapasztalat mondatja velem, úgyhogy én korábban tapasztaltam, de nem tudom, mi az igazság. Hello, Pepe. Más 14 óra, akkor viszont reggel véget, ha jól sejtem. Húha, hát akkor lehet, hogy el kell lépnem az új szerverre, de vásárolni. Jól csinálta, hogy ezt sem menedzsélte a tankját a Kari. Egyszerűen csak nem volt fel az a Jesus ferdül, mint én is találtam előtt. Sőt. Ha ezen gondolkozom, amikor volt nekem legutóbb ez az előadásom a legjobb PM tankvadászokkal, akkor jól játszottam vajon, mert amúgy ez a legjobb a közé tartozik. Lehet, hogy meg a fejemből. Nem látok rosszul. Okay. What do you do now? Nem egy very big karika, de nem volt rossz. Ez a fiú az is olyan, hogy ezt sem bírom annyira. Nem csak karrierja van így, hogy szívesen bandolnám. Amikor az, miket bandoltam? Párizst meg Oyster-Bait. Még, hát éppen nem kéne Corellian mindig kevesebb a játéktér, mint egy Oyster Bay-en, de amúgy egyik térkép se jó. Van a spotter tank az ellenfélnél, T49 LBR 100-ot. Hát nem tudom, chat. Nem is tudom, chat.
Hát ez jó kérdés, mert nem igazán mondott senki semmit a tegnapi dropok kapcsán, amíg ezt szereztetek, szóval... Dunó igazából. Eléggé halak volt mindenki tegnap. De gondolom egyébként nem volt olyan esély a kettes sprint tankra. Igazából nem tudom. De lehet, hogy annyira kicsi a tank, hogy nem tűnt fel senkinek, mert ugye a kettes sprint tank és senki nem nézi. Egyébként... Nem tudom melyik, milyen neve a kettes tanknak. Valamilyen EBR, kerekes jármű. Én amúgy beszereztem orosz szerverre. Meghívókunkból. Nem tudom milyen neve. Szömua. Valami Szömua, úgy emlékszem. De nem tudom pontosan. De 1,6 évben kettes is prémium tank. Ja, Gendron Szömua valóban. Hatékony dög. Hát, uraim, nem tudom, hogy ezzel a karikával mi a helyzet. Az erdőnél hiába a spot ellők, de ott nem hiszem, hogy ilyen sorban sokra megyek majd. Az a vicces, hogy beszélek, hogy be se spottolt belőle a object. Nem tudom, mennyire volt gyakori szóval visszatérve erre a témára. Eléggé kis csendes forrat sett tegnap, de amúgy igazából ma is az. Visszaállok, mert úgy látom, hogy ez itt a meta. Ez a konszert is elmenekült. Amint volt lehetősége, hogy fusson, futott. Kíváncsi volnék, hogy spottoltak, amikor elvileg az ellenfelben nevezik spottertlan. Oyster Bay egy nagyon pepeg a térkép ott. Csőpályák vannak, nem szeretem. Jobb hiány, akkor beállunk abba a bokorba most. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Nem, erre se lesz lehetőség. Ebben a körben már nem lesz lehetőségem amúgy semmire, mert
Szintsen map control. Itt campel mindenki egy rakáson. Ez felejtős így ebben a formában. Azt nem értem annyira, hogy hogy tudtok engem így bespottolni ilyen rengeteg alkalommal. Tehát elvileg ez a közepest, ami ki is van építve erre a spotter létre. Ennek ellenére vagy végig is megoldották. Ötvenezer XP jött össze eddig, nagyjából a kettőra játékkal. Szóval még legalább 6 órás session kell tolnom ezzel a GS-horral. Róramis küzdök, de rengeteg XP kell hozzá, menézzel majd talán tervrajzokból tudok kreálni ilyen brittet, hát ha segít valamit, de nem túl valószínű. Chief feltöltött az én spottom, és nem! Nulla assist, a Waffen Träger spottolta a Chief-t. Az kemény. Oké, kösz 140. Nézzem már, hogy miért. Nem, egyébként az a vicc, hogy nem is indokolt az, hogy engem ilyen könnyen bespottoljanak, mert van álcázás képességem. Ja, 53.000 XP eddig. Fú, amúgy eddig ez a mai nap nem annyira jó nekem winrate szempontból. Lehet, hogy amúgy itt is jelződik az, hogy hétvége van, Dunó igazából. Amúgy érdekes ez a GS-sor, mert brutális erős az egész tankág, sokkal jobb, mint az EU-szerveren. De mégis úgy érzem, hogy a csatákra befolyásom valamilyen szinten kicsi. Mert hogy nem játszom elég agresszívan, vagy nem viszek el pozíciókat. Tudom.
Na, csak az a három van. Zavar, de el kell ismernem, hogy ott nincs Gundam. Egy-két fog Gundam kéne még, hogy tudom mondani az esti egyet. Ez is para. Igen, nyilván azt gondolná az ember, hogy egy csinében négy róvágentól ott, ahol most csinálja a srác a dolgait. Nem, belehol, megrettelődik, de nem, mert a sorat T5-ben lefedezi. Azt nem mond nekem, hogy ez a T4-ben négyes el akar menni az Artiért, pedig szerintem arra pályázik. Ez a tényleg négy egy őrült ember. Akkorát hibázik az ellenfél, csak a löveg nem akar így működni velem. Rossz szervre szerintem már felbuffolták. Bár nem vitték túlzásba, maradjunk annyiban. Talán kicsivel pontosabb lett. A célzás ideje talán javult, meg azt hiszem nem 30 lövedéket, hanem 40-et tud magával vinni, de semmi extra igazából. EU szerveren úgy emlékszem, hogy igen, BZ7 egyetemben belebetették a betet is. Szóval igen, úgy hiszem, hogy várható. Hello, Aladdin. Nem lőtte magát semmire. Egyébként azt hiszem, hogy a kis ágyúval jobb a DP-m értek, mint nekem. Kis ágyúval engem úgy megzabálhat az a végső. Egyébként van egy sérven kettő lisz. Okay. Okay, bro. Ezekről amúgy szerintem nekem ki kell majd támadni. Vagy nem lehet, hanem biztos. Let's go. És ennyi a karika. Mert nem, egyszerűen nem tudtunk intézni semmit. Mindenki lehalt mindenhol a csapatból. Nem egy jó session, Hello Jenci. Lehet jobban jártam volna magáról kicsit támogatni a sávot húrt. Na mindegy. Az igazság, hogy egy guard is nincs meg nekem egy APCR-rel. Bár hát jobb, lőjünk le ezt rombolóval. Nem adja be, hogy jó az APCR. Ha beadja, akkor egy lövésből megvan az arti.
Ezek az artik eltűntek csat. Ezek az artik ismertek a duplai fogalmát. Hát, figyelj így a cím alapján. Én azt átéltem. Artik. Fú, amúgy tényleg lehet, hogy itt ebben a körben vettem volna killekre, de 4 darab kill kell. Attól messze voltam. Mert megnézném, hogy ezzel a G-sorral, hogy teljesítenek a többiek. Amúgy egy hasonló mozgékonyságot megkaphatna szerintem EU-szerveren, és nem érződik annyira OP-nak. Főleg úgy, hogy azért a legtöbb térkép Huldán térkép. Nehéz bárhol full sebességgel haladni. Meg ez a töltés ideje ezzel a 9.4-jel nem a legjobb. Ez például szinte még balanszolt közepestank a britteknél. Meg úgy nem mellékesen, szerintem a korábbiak is igazából ilyenek voltak, hogy hasonlóan balanszoltak. Nem gondoljuk túl. Által az a játszél, hogy beszpatozni. Hát a szerencsénk van, chat. Hát, annak számít. Hát, lehet az LC-n kapja. Ez a GS-sor tud valamit. Honnan tudta, hogy azért van egy LC-n kapja, hogy honnan vágja? Oh, lászlós kicker. Az a borszig, ilyen lőhető. Na, az LC spotton. Hát, úgysi. Komolyan mondom, ez az ellenfél minden erejével azon van, hogy elkapja az LC-nket. Egyetlen brutális tényleg. A Borsi nem hibázik. Kemper 430 ellenfélnél. Amiért páncélzatot, tök jó. Az LC-nek halni a kellett, nem tudtuk támogatni. Oh shit. Na körben valami brutál rosszul állunk. Csoda lángszorú sort meg, hogy elnézem írni magát ebben a korban. Kíváncsi volnék, hogy olyan spotton vagyok-e. Hát ezt teljük. Shit. Ki használja az indian panzer roncsát? Hogy van mersze? A clicker. Az a baj valahogy, ez nem állt 100 bengt többet.
Bagosok a bokrok, hogy nem tudom. Kéne a kill. Gotcha. Na még egy kill. Küldi az amúgy ilyen szinten megvan. Jó, kapja a lángszórós, hogy elnézem a dolgot. Ki kell lőnöm, mert az IS-3 nem tudja beütni. Yep, elrontottam. 4.30-as az baj. Úgy engem lehetne magasabb a DP mértéke. Jó, benne van a körben, talán esetleg. Jó. Ilyenek IS-3. Szükségem van a testedre. Jó. Ezre előjtjük a 4.30-at. Még egyszer. Az ilyes hármunkat. Baj, ennyi belefér. Nem muszáj voltam trédelni, nem trédeltem volna. A 430-assal küldte volna az ilyes hármat, onnantól ugye szorúba maradtam volna. Hát szerintem jobban megérte így. Egyéb iránt nem tévedek, ebből a szögből elvető az M6. Ha beadja a játék. Oké, haladjunk. A végén még pool medált sett. Első pool medál a rossz szerveren. Lehetséges volna. Hát, nem is tudom. A Ready Walter már megvan. Új medál meg lehet-e? Ez itt a kérdés. Info az mindenképpen kéne az NP helyzetéről. Befutni 0 HP-val, ugye semmit nem tudok róluk. Nem tudom, Dolcs. De ezt a másik oldalról csábítja a testem, rámegyek arra a base-re, de mindegy, megfontolt játék, jobb ez így. Ilyes három elrontotta. Oké. Oké, szóval elmondtam a kör elején, hogy ez a GSOR
1006/7 egy tök balansz volt közepes tank ezen a szerveren. Egyébként az... Amúgy szerintem balanszolta az képes, hogy mozgékony, ugye a DPM értéke az olyan elképesztően magas, 2500. A vadász és a paréda. Amúgy ez egy remek kör volt. Nem volt még ilyen köröm ezzel a G-sorral. Érzem a potenciált ebben a közepes tankban, de ilyen körben nem mentem vele. Szóval a rossz szerveren ez egy OP dög. A pool medál az meg brutálisan közel volt. Na de mindegy, jó volt ez. G to the G, baby. Urak, ez a zárása a mai napnak. Tökre elfáradtam, elmúlt 9 óra. Legyen holnap is élőadás, pihenjünk. Én a Mondul vagyok. Nagyon szépen köszönök mindent YouTube nézőknek. A YouTube élőadás véget ér. Egy kicsit még egyébként fogok streamelni a Twitch-en. Javasztogatom a bombikat, stb. Szóval YouTube chat, ciao, köszönöm.